Hello, művésznő, bemutatkoznál kérlek a rajongóknak? Üdvözlöm a rajongókat, Janata Kriszta vagyok, és a Marketing Commando zenekarában játszom. Csapjunk bele a hullóba, kérlek, oszd meg a legjobb szakmai trükködet velünk. Hát akkor legyen ez a karizma. Tudod, mi a karizma? Mi a karizma? A karizma, karizma, görögül, egy isteni tehetséget, ajándékot jelent, amit mások javára használsz fel. És ezért, mivel ez te egyéni tehetséged, ezért másolhatatlan, ami manapság nem árt. Most ez egy nagyon elvont fogalom. Hogy lehet valaki karizmatikus? És főleg karizmatikus a marketingben. A házi feladat, ma este ne feküdj le korán, hanem nézd végig a citatum.hu, vagy a magyar közmondások, népi bölcsességek, örök igazságok, ezer éves csodálatos tanok, fejezeteket a neten, és válasz ki hármat. Hármat, amire őszintén, mélyen úgy gondolod, hogy ez egy óriási hülyeség. Egy orbitális baromság, és utána beleállsz két lábbal, és megcáfolod. Így van, cáfold meg, tehát válasz ki három olyan népi bölcsét, olyan közhelyet, ami valamikor lehet, hogy igaz volt, vagy van, akinek igaz, de neked nem igaz. És ezt vállald be. Mert hidd el, hogy ezek után, aki lemásolja a nevedet, lemásolja a weboldaladat, az a nézeteidet nem fogja tudni lemásolni. És hogyha ezeket a sarkalatos, ellentmondásos nézeteidet bevállalod, akkor nem is ez érdemes lemásolni, amit csinálsz, mindenki másnak hülyén fog állni. Hát ez nagyon rock'n'roll. Köszönjük. Miről fogsz beszélni az expón, az előadásodban? Tőlünk az ügyfeleink, vagy tőlem az ügyfelek, a konzultáción legtöbbször kifejezetten azt kérik, hogy figyelj, most csináljunk egy olyan kampányt, mint ti magatoknak. Ti hogy csináljátok? Azt mondd meg, hogy ti hogy csináljátok, és én azt hogy tudom használni. És hát a karizmát azért technikai dolgokkal is meg kell támogatni. Viszont kifele csak a karizma látszik, de ha felhajtod a motorháztetőt, vagy elhúzod a színpadon a hátteret, akkor mögötte vannak módszerek, taktikai vagy stratégiai módszerek, amikkel ez a karizma azért működik. És pár ilyen kívülről nem látható trükkünket szeretném most bemutatni. Szokásos, gyakorlatias stílusodban. Igen, ha addig le nem tiltja a főnök, hogy erről beszéljek. Hölgyeim és uraim, Janata Krisztina.